A Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja azt, hogy miközben Magyarországon bármelyik kis és közép, sőt mikro vállalkozás számíthat a NAV razziáira, aközben Magyarországon a jellemzően amerikai központú technológiai, elsősorban internetes óriás cégek mindenféle adófizetés nélkül milliárdokat vihetnek ki Magyarországról, milliárdokkal károsíthatják meg a magyar gazdaságot. Elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy a jövőben ezek a technológiai internetes óriás cégek, amelyek, mint hogyha állam az államban működnének itt Magyarországon, nem csak a választásokba avatkoznak be, hanem adót sem fizetnek Magyarországon. Éppen ezért a francia példán felbuzdulva egy olyan törvényjavaslatot készítünk elő Magyarországon is, amely elő fogja írni azoknak az internetes óriás cégeknek, amelyek világszerte legalább évente 750 millió eurós forgalmat bonyolítanak, hogy fizessenek 8%-os általános digitális adót. Azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar kormány meghátrált a reklámadóval kapcsolatban, ugyanis jelenleg is a NAV legnagyobb adótartozóinak listáján ott szerepelnek ezek az internetes óriás cégek, mint például a Facebook, vagy éppen a Google, nem fizették be ugyanis a több milliárd forintos rájuk kivetett reklámadót sem, és a magyar kormány nem tesz semmit, meghátrál, miközben ezek az internetes óriás cégek évente több milliárd forintos forgalmat bonyolítanak le, több milliárd forintot visznek ki, egyértelműen Magyarországon folytatnak üzleti tevékenységet, magyar emberek pénzét viszik ki külföldre, és Magyarországon nem adóznak, ellentétben azokkal a magyar kis- és középvállalkozásokkal, vagy éppen mikrovállalkozásokkal szemben, amelyeket kőkeményen megadóztat a kormány. Ezért javasolja a Mi Hazánk mozgalom törvény javaslatban, hogy a digitális adó az egy általános adó legyen, és amennyiben azt nem fizetik meg ezek a jellemzően amerikai központtal rendelkező óriás cégek, akkor igenis korlátozni kell a tevékenységüket Magyarországon, meg kell fontolnia a kormánynak, hogy hogyan tudja korlátozni a magyarországi tevékenységüket. Azt a több milliárd forintot pedig, amelyet adóbevételként Magyarországon be lehetne szedni digitális adó formájában ezektől az óriás cégektől, mint amilyen a Facebook vagy éppen a Google, az pedig egy általános olyan digitális rezsicsökkentésre kellene fordítani, amely lehetővé tenni akár az ingyen internetet Magyarországon, de legalábbis jelentősen csökkenteni kellene az internetes vagy akár a kábel televíziós előfizetéseket. Mindenképpen azt a törvényjavaslatot, amelyet be fogunk nyújtani az országgyűlésnek, azt a benyújtás előtt egy társadalmi vitára fogjuk bocsájtani, és ezt a társadalmi vitát, ezt elsősorban ehhez az új adónemhez jól illeszkedően a világhálón fogjuk megkezdeni.